Sziasztok srácok, én Áron vagyok, és ma egy igazán érdekes témát hoztam el. Tényleg kitört a harmadik világháború? Nos, a mai videóban ezt fogjuk kielemezni. Ti is hallottatok a hírről, hogy Trump drága, meg Szulejmáni összevesztek. Ennyi volt. Na, és az a lényeg, hogy a drága Trump az Iránban lévő hadseregével kipüffentette azt a fazont. Nos, több töriszakos ismerősöm van, tehát így tudok nektek olyan előre utaló jeleket mondani, mert ugye bár ami van a történelemben, abból ki lehet következtetni a jövőt, és ez a lényeg az ügyvédi pályának. Szóval, mielőtt mindenki elkattint, nem fog kitörni a harmadik világháború, ugyanis, ahogy mondott a töri tanárom, az ő véleményét idézem. Tehát egy háborúnak adott időpontja van, és az általában mindig előre sokkal hamarabb tudják az emberek, hogy az mikor fog kitörni. A Borbélyom is szintén töriszakos, szóval idézem őt. Régebben is voltak Irán és Amerika közötti forrongások, illetve támadások, de mivel nem halt meg jelentős személyű ember, ezért ebből sem nem ment be a sajtóba, és nem lett belőle semmi. Most, hogy egy főbb vezető meghalt, aki ráadásul a katonai seregét irányítja Iránnak, így már jogos a pánik. Na de! És akkor jöjjön öt tény, amiért biztosan nem törhet ki a harmadik világháború. Irán a világ legütőképesebb hadierőivel néz szembe. Bár számos saját fejlesztésbe kezdett Irán, haderejük még mindig javarészt 80-90-es évekbeli technológiával rendelkezik, még Izrael, Szaúd-Arábia és az USA a világ legmodernebb haditechnikai eszközeit tudja majd felvonultatni ellenük, melyeket jelentős harctéri tapasztalattal rendelkező alakulatok kezelnének. Szóval, Iránnak annyi. Illetve Iránnak nincsenek érdemi szövetségesei. Annak érdekében, hogy valódi világháborúról lehessen beszélni, hatalmas nemzetközi szövetségeknek kell egymással szemben állnia ahhoz, hogy ez az előző két globális konfliktus esetén is megfigyelhető volt. Iránnak viszont nincsenek érdemi súlyt képviselő szövetségesei. Irán támogatja a húszi felkelőket Jemenben és Libanonban, kisebb milíciákat Irakban és a gázai övezetekben is, valamint egy polgárháborúval lassan évtizedek közdő szír kormányt is, de e szövetségesek közül egyik sem alkalmas arra, hogy globális méretűvé eszkaláljon egy közel-keleti konfliktust. A világháborút megúszhatjuk, de sok minden változhat. Összességében elmondható, hogy valóban a küszöbön lehet egy újabb háború a közel-keleten, de túlzás a világ vége is, illetve egy újabb világháború miatt aggódni, hiszen Irán lényegében magára maradt a világ legütőképesebb hadseregeivel szemben. Viszont ha a harmadik világháború nem lesz, akkor mi lesz? Reális esély van egy viszont komolyan elhúzódó konfliktusra, amit Magyarországon is megérezhetünk, de nem kell atomtámadásoktól vagy az utcán menekülő katonáktól rettegnünk. Hogy rövid távon mégis miek lehetnek a következmények? Hát, elszállt az olajára, visszatért a bizonytalanság a piacokra, újabb menekült válság, terrorhullám jött Európába, növekedhet az Irán által levezényelt potenciálisan akár hazánkat is célzó hacker támadások száma, és újabb éveken, évtizedeken át elhúzódó NATO missziók sorozatra indulhat, ahol majd a magyar katonák is elláthatnak feladatokat. Mi is volt ez az egész? Ugye én követem Trumpot Twitteren, hello, tök jó nekem, szóval mindig látom, miket twittel, egy nap vagy 5-6-szor, jó Isten.
Na az a lényeg, hogy különböző ballisztikus rakétákkal fogja bombázni ezt a drága Iránt, ugyanis ő elgondolta, hogy akkor most már, ha ők beindulnak, akkor ő is beindul, és akkor csicsadirdúr lesz. És ugyebár drónokat küldött pont Szulejmánnak a temetésére, ahol egy csomó ember amúgy eltaposta magát, mert több százezren voltak, és ha most itt lenne több százezerén, akkor általában eltaposták magukat, és halálra taposták egymást az emberek. Szóval ezt elkapta a sajtó és a média, fel van hype-olva ez a téma, de mindenkit megnyugtatok, nem lesz harmadik világháború, vagyis most még biztos, hogy nem. Viszont, ha igen, akkor innen kijelentette, hogy Amerikának a szerveres részét fogja megtámadni, úgymond, és mindent kilőtt, tehát amíg itt vagyok a YouTube-on, addig nem tört ki a harmadik világháború. Amúgy hidrogén, illetve vákumbombákat is terveztek, nyugodjatok meg, tudjátok, van az a Facebookos mondás, ha jön a harmadik világháború, akkor a negyedikbe botokkal fogunk harcolni, mert már semmi nem lesz. Ez igaz, mert ha drága Trump ledob egy atombombát Iránra, akkor az elég opfos. És amúgy Irán most próbálja feltoborozni a hadsereget, de őszinte leszek veletek, mind személyes vélemény, mind közvélemény, nincsen esélyük, tehát ha egyszerűen Amerika oda megy, akkor őknek, az amerikaiaknak a hadi felszereltségük, illetve maga a tudásuk, a vezetőjük, mert van vezetőjük. És most már Iránnak nincsen vezetője, hogy meghalt Szulejmáni. És így az irániak tulajdonképpen már inkább majd vissza fognak vonulni, most még hogy le kell csak, hogy csengjen ez az egész. Lényeg a lényegben, srácok, felejtsétek el ezt a hülyeséget. Nem fog kitörni a harmadik világháború. Egyszer biztos, de most még nem. Egy 10 évet még hagyjunk neki, jó? Na, én köszöntöm szépen a figyelmet. Jövő héten live-val érkezem. Hál' Istennek, végre! Én Áron voltam, itt az Iron Channel. Jók legyetek, srácok, sziasztok!